nem, nincs ok viccelődni, de mondhatná azt is a magyar nyelv tehetsége okán mondhatnánk azt is, hogy gáz van. Gáz van, mert nincs gáz. Ez azt jelenti, hogy a tározók Nyugat-Európában nincsenek föltöltve, a gáz ára az egekben van, és óriási pénzügyi tehernövekedés történt Nyugat-Európában a családok költségvetésében. Most ilyenkor jó egy kicsit megállni és visszagondolni, hogy hát mi arra, hogy mi is közöttük voltunk. Tehát 2002 és 2010 között én mindig ezért ostoroztam a Gyurcsány-Bajnai kormányt. Többszörösére emelték a gáznak is, meg az áramnak is az árát. Az áramét körülbelül kétszeresére, a gázét meg körülbelül háromszorosára. Tehát a magyar politikának egy fontos kérdése a rezsikérdés. A baloldalnak egy nagyon világos álláspontja van, ha a piacon nőnek az árak, akkor az emberek is fizessenek többet. Ami logikus gondolatnak tűnik, de nem barátságos, és különösen nem életszerű. Mert lehet olyan árképzési rendszert is csinálni, hogy rögzítjük az árakat. A nemzeti kormány, az attól nemzeti egy kormány, hogy megvédi az embereket, az erre az álláspontra helyezkedett, és mi rögzítettük az árakat a háztartások számára. A gazdaságban meg a piacon az egy másik történet, de a háztartások számára, a családok védelme érdekében, nyugdíjasok védelme érdekében az árakat rögzítettük. Hiába mozgott az ár, mi azon nem változtattunk. És most hiába megy fel kétszeresére, háromszorosára Európában, Magyarországon a háztartásoknál nem megy föl. A gazdaság szenved. Tehát azért a vállalkozóknak, az iparban dolgozóknak ki kell fizetni egy magasabb árat. De a lakásoknak, a családoknak nem kell kifizetni. De meddig lehet ezt fönntartani? Hát amíg a mi kormányunk van a kormányrúd mögött, addig ez így lesz. Külföldieknek mondom ismét, Magyarország egy különleges helyzetben van, és Magyarországon 8 éve a háztartások esetében a rezsi az fixált, tehát rögzített áron kapják az emberek, függetlenül a világpiaci ár változásától, ez mindig állandó. Az orosz természetes gázszállítás a Magyarországra hosszú távon megállapodásnak köszönhetően történik, mely a tavalyi év során került meghosszabbításra 2036-ig. Így módon a magyar fogyasztóknak lehetősége nyílik arra, hogy a piaci ár alatti áron, azaz a spot ár alatti áron vásároljanak gázt, amely az utóbbi időben jelentősen emelkedett Európában. Orbán Viktor idén februári Moszkva látogatása alkalmával maga Vlagyimir Putyin orosz elnök erősítette meg, hogy az orosz gázt már évek óta hosszú távú megállapodás alapján szállítják Magyarországra, amelyet tavaly októberben meg is hosszabbítottak. Ezek alapján a magyar lakosság 2036-ig a piaci ár, azaz a spotár vagy az azonnali ár alatt jut gázhoz. Ezek után felmerül a kérdés, hogy ki hazudik. Mert ha van olcsó orosz gáz, akkor nem lett volna szükség a rezsicsökkentés feladására, illetve az átlag fogyasztás megállapításával annak szűkítésére. A lakosság a gázszámlákon éveken át tájékoztatást kapott arról, hogy mennyi a megtakarítása a rezsicsökkentésnek köszönhetően. A portfólió adatai szerint azonban a rezsicsökkentett ár az magasabb lehet a piaci árnál. Ha ez valóban így van, vagy így lehet, akkor a lakosságot éveken keresztül félrevezették. Tavaly októberig az MVM az egyetemes szolgáltatáshoz olcsón jutott gázhoz, mert a régi orosz szerződés olajár indexálású volt. Ehhez képest azonban az új szerződés tisztán tőzsdei indexálású, vagyis Putyin állításával szemben a piaci áraktól függ. Tavaly októbertől az MVM lényegében annyiért vásárolja a gázt a Gazpromtól, mintha a holland gáztőzsdén venné. Ezt mutatják az ábra adatai is. A rezsicsökkentés feladására, vagy ha úgy tetszik, az átlag fogyasztás megállapításával annak szűkítésére, nyilván azért lehetett szükség, mert a kormánynak nincs pénze arra, hogy a rezsicsökkentett ár és a tőzsdei ár közötti különbséget megfinanszírozza. Magyarországon hosszú évek óta egy rezsicsökkentés van érvényben a háztartásoknak. Ennek pedig a legfontosabb feltétele az orosz gáz. Ha van orosz gáz, akkor van olcsó ellátás a magyar családoknak, és van rezsicsökkentés. Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ezért van nagy jelentősége az összes magyar háztartás szempontjából, hogy ma sikerült megállapodnunk, vagy nagyon közel kerültünk ahhoz a megállapodáshoz, hogy 1 milliárd köbméterrel több legyen
az éves garantált orosz gáz Magyarországon. Az a helyzet, hogy még össze Szijjártó miniszter úr egy tanítani való taktikai vonalvezetéssel 15 évre megállapodott az oroszokkal 4,5 milliárd köbméter gáz évenkénti szállításáról. Ráadásul most már olyan útvonal, ami elkerüli Ukrajnát, tehát akármi is történik Ukrajnában, Magyarországon akkor is van gáz. És most azt javasoltuk, hogy ezt 1 milliárd köbméterrel emeljük meg. Majdnem eljutottunk a megállapodásig, még a külügyminiszter úrnak kell futni egy-két kört. Orbán Viktor a moszkvai útján 1 milliárd köbméter további gázbeszerzésről beszélt, ehhez képest a július 13-án kihirdetett energetikai veszélyhelyzeti intézkedések között szerepel 700 millió köbméter pótlólagos gázbeszerzése. Emellett az Energiahivatal adatai alapján a gáztárolókban június közepén az előző évekhez képest fele annyi gáz volt. Ezek után nincs magyarázat arra, hogy miért adtunk el 500 millió köbméter gázt Szerbiának a helyett, hogy a hazai lakosságot szolgáltuk volna ki belőle. Felmerül a kérdés tehát, hogy Oroszországgal létrejött-e egyáltalán a beígért megállapodás, vagy ez is csak egy kampányfogás volt a választások előtt.